Kedves gyerekek, kedves felnőttek, nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nemzetünk történelmének egyik jeles eseményével való megemlékezésen az 1956. október 23-án kitört forradalom évfordulóján, 60. évfordulóján. Nagy tisztelettel kérem fel Pancer Istvánt, nemzetőrezredest, az 1956-os forradalom hősét és Zsombor nagyközség díszpolgárát, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt jelenlévők, kedves gyerekek, kedves barátaim! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai nemzeti ünnepünk alkalmából. Immár 60 év annak, hogy 1956. október 23-án a magyar nép fellázadt a 10 éve tartó diktatúra ellen, és fegyvert fogott a hatalmas Szovjetunió ellen. Ez abban az időben világcsodának számított. Az események tulajdonképpen Szegeden kezdődtek, amikor a szegedi egyetemisták október 22-én gyűlést szerveztek az egyetem aulájába, ahol kimondták, hogy az akkori politikai rendszerrel változtatni kell, és pontokba foglalták követeléseiket. Küldötteket választottak, akik másnap Budapestre utaztak, hogy a pesti egyetemistákat tájékoztassák a szegediek határozatáról. Meggyőzték arról, hogy ők is álljanak a határozatok mellé, a budapesti diákok azonnal szervezkedtek, a Műszaki Egyetem aulájába szervezték a gyűlést, de olyan sokan jöttek el, hogy nem fértek be, így a Bem József szoborhoz vonultak a többi egyetemistákkal, akik csatlakoztak hozzájuk. A Bem József téren hatalmas tömeg verődött össze. A tér zsúfolásig megtelt, egy tűt nem lehetett volna lejteni. A lakosság közül is sokan csatlakoztak a ifjúsághoz. Beszédek hangzottak el, elszavalták Petőfi Sándor nemzeti dalát, és felolvasták a követeléseket. A magyar nemzeti zászlóból kivágták a kommunista címet, amit hatalmas ováció fogadta. Majd a Dózsa-György útra mentek, ahol ledöntésre került Sztálin drónszobra. Este felé a Bródy Sándor utcába vonultak a közben munkásokkal kibővített csapatok, hogy beolvassák a rádióba a követeléseket, ami 16 pontból áll. De ott már AVH-s katonák álltják útjukat. Éjszaka a csepeli munkások fegyvereket szereztek, és azzal jöttek a rádió épületéhez. Október 24-én reggel, amikor édesanyám bekapcsolta a rádiót, lehetett hallani a fegyverropogást. A rádióban bemondták, hogy fegyveresek megtámadták a rádió épületét, az adás is megszakadt. Majd később Ludwig von Beethoven, a nagy német zeneszerző Egmont nyitányát játszották órákon keresztül. Ez a zenemű egyé vált az 1956-os forradalom emlékével. Én ebben az időben Hódmezővásárhelyen a Központi Fiú általános iskolába jártam 7. osztályos tanulóként. Október 24-én szemem láttára tartóztatták le az iskola akkori igazgató helyettesét Cserbő István tanárurat, a rendőrök úgy dobták fel a teherautó platóriára, mint valami krumplis zsákot. Ezt mind az osztály ablakán keresztül láttam, mert közvetlenül az ablak mellett ültem az osztályunkban. A történetet részletesen a Betelt a Föld hamissága című könyvemben írom le. Másnap barátommal, Csanki Lászlóval, akivel egy padban ültünk, beléptünk a magyar nemzetőrségbe szülői engedéllyel. Ekkor 13 évesek voltunk. A szolgálatot 1957. február közepéig a nemzetőrség ideiglenes megszüntetéséig végeztem. 23 fiatalkorú társam közül 8-at elkaptak a pufajkások,
őket soha többé nem láttuk, senki sem tudta meg, hogy mi történt velük. Október 30-án győz a szabadságharc. A Kossuth Rádió így jelentkezik be. Itt a Szabad Kossuth Rádió. Hazudtunk nappal, hazudtunk éjjel, hazudtunk minden percben. Mindenki örült, mindenki boldog volt, új kormány alakult, melynek továbbra is Nagy Imre maradt a miniszterelnöke. Sajnos a dömön nem sokáig tartott. A volt kommunista vezetők Évütő Gázár Jánossal segítséget kértek a Szovjetunió vezetőitől a győztes forradalom és szabadságharc leverésére. Szovjet tankok ezrei jöttek az országba. Romániából Nagylaknál jöttek be, és Szegeden keresztül vonultak Budapest felé 2 nap és 2 éjszaka. Kisebb-nagyobb megszakításokkal. De más országok fel is jöttek a szovjet tankok. November 4-én hajnalban a szovjet tankok ellentámadást indítottak Budapest ellen. Nagy Imre, a törvényes kormány miniszterelnöke a következő felhívást olvasta be a Szabad Kossuth Rádióban 5 óra 20 perckor. Idézem. Itt Nagy Imre beszél a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt üzenem az ország népének és a világ közvéleményének. Idézetbe zárva. Nagyon sokan jelentkeztek harcolni, a magyar honvédség is felvette a harcot a szovjetek ellen. De azok óriási fölényben voltak, tankokkal szemben harcolni kézifegyverekkel szinte reménytelen. Ekkor találták ki a pesti srácok a Molotov koktélt, ami egy literes üveg benzinből állt, aminek a szájába egy rongyot raktak. Ezt az üveget kellett a szovjettal kikufogó nyílásába engedni, és de előtte a rongyot meggyújtani. Az üveg benzin megtette hatást, a tank felrobbant. Persze, ez nem mindenkinek sikerült. Pár nap múlva a szovjetek leveri harcosokat, nagyon sok a halott, és még több a sebesült. Kádár János vezetésével megalakult a magyar forradalmi munkásparaszt kormány, csak azt nem tudta senki, mitől nevezték magukat forradalminak. Borzasztó terror kezdődik. Százszámra végzi ki azokat, akik harcoltak, vagy valamit tettek a forradalom ügyéért. Nagyon sokat nem is állítottak bíróság elé, mert vallatás közben meghaltak. Ezek az emberek nem is kerültek nyilvántartásba, és azt sem tudják, hová temették el őket. 1996-ban a forradalom 40. évfordulóján 432 halálos ítéletnek sikerült felkutatni. Ez 2006-ban az 50. évfordulókor már 800 fölé emelkedett. Hogy mára mennyit sikerült felkutatni, erre sajnos nincs adatom. Ehhez mindig hozzá kell tenni 120-130 főt, akik csak úgy egyszerűen agyonütöttek. Nagy Imrét és társait, akik 1956. november 4-én a jugoszláv nagykövetségbe menekültek, szabad elvonulást ígérve galád módon becsapják, letartóztatják őket és Romániába szállítják. Majd hazahozzák, bíróság elé állítják őket és halálra ítélik 1958-ban. A szigorú terror és diktatúra csak 1963-ban kezd enyhülni, ekkor több elítélt amnesztiát kapott, és az élet feltételek is egy kicsit javultak. Azt azért el kell mondani, hogy 56-os elítéltek, még 1970 és 75-ben is sínlődtek a magyar börtönökben, igen nagy létszámmal. Tisztelt megjelentek. 56-tal kapcsolatban 60 év után is sok megválaszthatatlan kérdés maradt. Ilyen például a bűnösök felelősségre vonása. A szabadságharc célja a függetlenség kérdése,
60 év múltán is csak álom maradt, hiszen 45 évig Moszkvába mondták meg, hogy Magyarországon mit, hogyan kell csinálni, most meg Brüsszelben mondják meg, hogy a magyaroknak mit kell és hogyan végrehajtani. Azután lassan válik közkincsé mindaz, amit 56 a magyarság történelemben jelent. Ezt a hiányt igyekeztem pótolni könyveimben, mind a három kötetemben foglalkozom az 56-os eseményekkel, csak az a baj, hogy kevesen olvassák ezeket a könyveket, pedig azt a jelzéseket kapom, fantasztikus mind a három kötet. Az 1956 eseményeket el kell mondani a gyermekeinknek, unokáinknak, minden gyermeknek, az itt ülő ifjúságnak, egy szóval mindenkinek. Hogy tudják meg ez a marokkói magyar mély, aki az elmúlt évszázadok alatt oly sokat szenvedett, mégis meg tudtam mutatni az egész világnak, hogy a zsarnokság ellen van kiút, ha kell az életünk árán is. A 60. évfordulót ünnepeljük, és még mindig nem tudunk nyíltan, őszintén, minden félelem nélkül róla beszélni. 1848-49-es forradalom és szabadságharcról sokkal többet tudunk és nyíltan beszélünk annak minden történéséről. De 1956-ról nem. Van bennünk egy visszafogottság, és elsősorban bennünk, idősebbekben, akik megélhettük azokat a napokat és eseményeket. Tanúi vagyunk, élő tanúi, és mégis nem merünk úgy kiállni és világá kiáltani, emberek, figyeljetek! A nagy világhatalommal szemben csak egyedül a magyar nép mert fegyvert ragadni és harcolni, vérét ontani a zsarnokság ellen. Csak mi egyedül. Mi törtük meg a kommunizmus hegemóniáját, hatalmi fölényét? Mi magyarok, senki más. Miért szégyeljük? Miért nem merjük mondani? Hagyd örökül gyermekeidnek, unokáidnak, hogy 1956-ban mi történt itt Magyarországon, és kiálts hangosan, hogy meghallják Amerikától Kínáig, Grönlandtól Ausztráliáig, mit tett a magyar nép 1956-ban. Köszönöm a figyelmet! Kérem, fogadják szeretettel a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 8. osztályosainak ünnepi műsorát, felkészítő pedagógus Jakab Edit. Yeah.
bukásában véget ért a II. Világháború. Az ország romokban lett. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította az embereket. A falusi emberektől elvették a terményeiket, állataikat. A városi munkásoknak igen nehéz volt a megélhetésük. Az értelmiség nem mondhatott igazat. Aki az igazságtalan rendszer ellen szólt meg, azt megfélemlítették, vagy elvették a szabadságát, börtönbe csukták. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönben. Ott zsarnokság van, az óvodában, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Tányérban és pohárban, az ott van, az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában. Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az 1956. október 23-ai felvonással kezdődött, és a magyar forradalomhoz vezetett, a nemzet jogokat és reformokat követelt. Vonják ki a szovjet csapatokat Magyarországról. Általános titkos választásokat. Teljes sajtó és szólásszabadság. Szabad rádió. Az idegen címer helyett a Kossuth címer visszaállítása. Szabadságot akarunk! Szabadságot akarunk! Nagy Imrét a kormányba! Nagy Imrét a kormányba! Belünk vagy ellenünk? Döntsd el, magyar, mondd ki a szót! Itt visszalépni nem lehet, az ifjúság acél szíve a forróságtól megered. Döntsd el, magyar, döntsd el! Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, és fogjuk lánccal a kezünk. Döntsd el, ki itt élsz a morban, menjünk össze, vagy ellenünk. Ébredj, magyar, majd aludni gyalázat, vagondok szerep. Jöjj el köznék égő szívvel, s emeld föl büszkén a fejed. Birka fejjel gyávák járnak, napba néző a mi szemünk. Ne várj tovább, ma határoz, velünk össze, vagy ellenünk. Fegyveres harc kezdődött a budapesti utcákon, folyt a drága magyar nép, ám a Szovjetunió sem késlekedett. November 4-én megindították a támadást tankjaikkal a forradalom ellen. Yeah.
Belemártott most kezet a tába, s 30 ezüst pénzért kínálta.
és amíg gyalázta verte szinta, testét tette, vérét itta. És most áll, és bámul sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol, nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyba, ördög hozta, vagy angyal hozta. Ki köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekszenek. Csak orrontják, mínak gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony, a magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok pakolnak bátorságról. Az államférfi parentája megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek, rendek kérték, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért? Hogy meghasadt az ég volt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt a sok ember. Mi jár itt meg, mint a tenger? Nem érti ezt a sok ember. Miért remegtett világrendet? Egy nép kiáltott, aztán csendben van. De most sokan kérdik, mi történt? Kitették csontból, pulcsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, hogy ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyol, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költők, a szamár és a pásztor. Az alomban, a jászol mellett, ha az élet eleven ellen, a csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állt strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg neki, menj bőr az angyal. A nagykörúton megdöbbentő látvány tárult a szemük elé. A villamos sínekem egy megnyújtott teherautó lángolt. Engem valami szorongás fogott el. Délután ilyesmire nem is gondoltunk, nem ezt akartunk mi délelőtt, amikor fellelkesítve a Budapestet, kiválasztjuk az idegen címert a zászlóból. Ha így folytatódik, akkor csak hamar megszólalhatnak a fegyverek is. És megszólaltak. Még nem értük el a sarkot, amikor magyar napok érkeztek. Magasra tűzött nemzetszínű zászlókat. A katonák mellett diákok éreztek. Akkor történt az, hogy a parancsnokuk felmászott a sarkon megálltankra, és szózatot intézett az ongyülekezőkhöz. Azt mondta, hogy ő csepeli munkás fiatalként került a tiszti pályára. Ő nem fog diákokra és munkásokra lövetni. Ők épp úgy megszenvedték az elmúlt éveket, mint a civil lakosság. Neki az az ellenség, aki itt a népelő. November 4-én a szovjet tankok megszálltak Budapestet. Nagy Imre megváltozott miniszterelnök hiába kért segítséget a nyugati világtól. A szovjet tankok túlerejével szemben a magyar ifjúság és a forradalmának elfogta. Az 1956-os októberi forradalmat vérrefolytották a magyar szabadsághoz össze. Novemberben itt esküt szedtek, gyaláztak törvényt, tiportak jogot. Novemberben vörössel vérre a mátja jogot. Novemberben erőszak vágott, humikot téve, börtön kaszagott. Novemberben a homlokunkra égettek csillagot. Novemberben sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben könnyen köszöntik az elesetteket. Novemberben csend van és béke. Temető, fejka, virág és kereszt. Novemberben az álmodóról itt tart, és nem ereszt. A 2000 magyar menekült emberről a Kádár rendszer sok ember kivégeztetett, akik akkor keltelenül hangoltak el. Thank you.
Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden állat, minden képet, minden hangot, minden szépet, ja. Megállt, megéget, és megvált. Néha szeret, és néha bánt. Lehetne szebb, lehetne jó, de álmodni csak így tudom. Néha szeret,